Sziasztok, folytassuk is a tételeket a 11. B-tételvel. Fejtse ki a teherkötözésre vonatkozó szabályokat, mely esetekben nem szabad a terhet meg me megemelni. Beszéljen a teher kísérésének szabályairól. Mi a teendője, ha nem ismeri az emelendő teher tömegét? Kult szavak és fogalmak, amik kelleni fognak nekünk. Teherrögzítési pontok kialakításai. Teher súlypontjának meghatározása, teher rögzítésének, megkötözésének szabályai, próbaemelés szükségessége, teheremelés tilalmai, tömeg meghatározásának módja. Teher rögzítési pontok kialakításai, a teher szerszám szállítására, megfogására szolgáló emelési pontok. Ezeket úgy kell elhelyezni, hogy a teher mindvégig végig egyensúlyba legyen. Megfelelő kialakításuk révén a megfogó szerkezet segítségével biztonságosan lehet elvégezni a kíván műveleteket. A teherrögzítési emelési pontokat gyárilag helyezik el a szerkezeteken. Természetesen megfelelő pontok kialakítására utólag is van lehetőség. Ezeket hegesztéssel, csavarozással rögzíthetik a mozgatandó teherhez. A szerelési műveleteknél minden esetben be kell tartani a gyártó utasításait. Az emelőszemek lehetnek fix vagy elforgatható kivitelűek. Tehát itt van egy hegesztett kivitel, egy csavarozható kivitel és egy elforgatható kivitel. A teher súlypontjának meghatározása. Szemrevételezés alapján, mérés alapján, számítás alapján, vagy próbálmelés alapján. Teher rögzítésének megkötözésének szabályai. A kötöző ágak számát csak addig és csak olyan módon szabad növelni, amíg az ágak ellenőrizhető módon együttesen vesznek részt a teher tartásában, és egymást érintve nem keresztezik egymást. A kötöző két vagy három tagú kapcsolt vagy saúgy csak akkor alkalmazhat, ha a tárgy tömegközéppontja a tárgy felfüggesztési helyénél mélyebben helyezkedik el. Az emelőgép horgára úgy kell felfüggeszteni a terhet, hogy annak tömegközéppontja a horg függőleges tengelyvonalába essék. A teherfelvő eszköz csak az emelendő tárgy megfelelő teherbírású részéről a szabad felerősíteni. Ha a teher teheremelés közben elbillenhet vagy elcsúszhat olyan teherfelvő eszköz, vagy rögzítési módot kell ugye alkalmazni, amely a terhet emelés közben nem csak támasztja, hanem szorítja is. Ha a teherrögzítése csak szorításon alapul, tilos az egymáshoz szóló felületek közé idegen anyagot tenni. A teherfelvő eszközt úgy kell a terhen elhelyezni, hogy az azon emelés közben ne tudjon elmozdulni, elcsúszni, elferdülni vagy leugrani. És a felfüggesztési pont a teher középpontja fölött legyen. A teherfüggesztő eszközt az emelt terhet sarkainál éleinél fellépő megtöréstől megfelelő megoldással, kötélvéd, alkalmazásával védeni kell. Próbaemelés szükségessége. A terhek tömegközéppontját nem minden esetben lehet szemrevételés alapján egyértelműen meghatározni. Ilyenkor a kötözést követően próbaemelést hajtunk végre. A próbaemeléskor a tömeget óvatosan megemeljük a föltől maximum 10 cm magasságra, és figyeljük a tömeg viselkedését. Amennyiben megbílen valamelyre, akkor újra kell kötözni, és meg kell ismételni a próbaemelést. Teheremelési tilalma nem emelhető meg az emelőgéppel olyan terhet, amely, amelyen ugye személy tartózkodik, kivéve a személy emelésre is alkalmas, illetve személy tartóval rendelkező emelőgépen. És nem emelhetünk meg olyan terhet, amely tömegközéppontja emelés közben veszélyes mértékben eltolódik amely nem tartja meg a saját tömegét, amely leerősített, vagy amely lefagyott. Tehát azt a terhet nem szabad megemelni. Illetve olyan terhet sem, amely beépített, kivéve ha az emelőgépet erre a célra tervezték és gyártották, amelyen más rögzítetlen tárgyak is vannak, mondjuk szike, vagy egyéb más, hogyha itt van itt a doboz tetején, vagy raklap tetején, akkor sem szabad megemelni, vagy amelyhez mások neki támaszkodnak. Azt sem, azt sem szabad megemelni. Vagy amely a teherfelvő eszköz rongálja, az sem. Amely tömegen meghaladja az emelőgép, illetőleg a teherfelvő eszköz teherbírását. Ez nem érinte a vonatkozó szabvány szerinti statisztikai és dinamikai vizsgálatokat. Ha nem vagyunk biztosak benne, hogy egy tárgyat szabad-e megemelni, akkor köteles az emelőgép üzemeltetőjétől, vagy az emelőgép ügyintézőjét, ügyintézőjétől utasítást kérni. Nem végezheti az emelést, mindaddig, amíg a teherveszélyes körzetét az ott tartózkodó személyek el nem hagyják. Az irányítótól kapott jelzés vagy utasítás végrehajtását köteles megtagadni, ha az ellentétes a jelen szabályzattal vagy a használati utasítással. Vagy megítélése szerint a balesetet, vagy anyagi kárt okozhat. Tömeg meghatározásának módjai A tárgy súlyának megmérésével a tárgy befoglaló méretének és fajsúlyának ismeretében számítással, kísérő dokumentáción feltüntetett értékleolvasással, emelőgép ügyintéző megkérdezésével, és nagyjából szerintem ez a 11. B-tétel. Ennyi is. Úgyhogy további jó tanulást kívánok, találkozunk a következő tételben.